Mi a jelentősége egy a választások után 3 héttel végzett kutatásnak? Ön szerint kezdjük talán innen a beszélgetést. Ugye 3 hét után már kezdenek kirajzolódni az új erőviszonyok. A politikustól mindig az az elvárás, hogyha történik valami, akkor lehetőleg hamarabb és lehetőleg határozottabban tudjon reagálni, találja meg az irányt. Tehát a politikában ilyen, hogy szünet vagy pihenőidő nincsen. És ugye a mi szempontunkból azért is nagyon érdekes ez, mert a magyar ellenzék az nagyon komoly várakozásokkal tekintett április 3-ára. Az összes csodafegyverüket, a teljes összefogás, közös lista, egyjelölt az egyjelölt ellen bevetették, majd ebből egy történelmi vereség lett, és most azt látjuk, hogy ez a vereség, ez azt eredményezte, hogy folyamatos belső viták vannak, folyamatos konfliktusok vannak, és hogyha megnézzük a mostani kommunikációjukat, amit a parlamenti nyitóüléssel kapcsolatos, tehát beüljenek, ne üljenek be, ki hol foglaljon helyet, ki melyik bizottságot fogadja el, ne fogadja el, ezek a viták, bár a cselekvés látszatát kívánják fenntartani, de valójában azt a célt szolgálja az ellenzéki oldalról, hogy ezeket a belső konfliktusokat, belső vitákat megpróbálják a nyilvánosság elől elzárni. És hát ugye, amíg ezzel vannak elfoglalva, addig sem a saját hibáikról kelljen beszélni. Tehát, hogyha megnézzük a kutatásunknak a második részét, tehát hogyha az egyes pártoknak a támogatottságot nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt valójában a Fidesz-KDNP-vel szemben törpe pártok vannak. Ugye, ahogy ön is említette a bevezetőben, tehát egyedül a Momentum is a DK lenne képes arról, hogy saját jogon bejusson a parlamentbe, míg a Jobbik, meg az LMP, amely annak idején Gyurcsány Ferenc ellen indult el, ma már erre sem lenne képes, az MSZP, amely pedig még annak idején még kormánypárti erőként, egy óriási tömbként volt képes szerepelni, már egy 1%-os pártá vált. Talán ez a legmegdöbbentőbb része az egész felmérésnek. 1%-ra jutott az MSZP, ki gondolta volna? Valóban nagyon komoly változás, de hát azért, hogyha megnézzük az elmúlt 12 évet, azért az MSZP azért megdolgozott. Egyrészt hagyták Gyurcsány Ferencet, hogy visszatérjen a politikába, miközben azért 2010 után az MSZP-ben még lett volna annyi erő, hogy ezt megakadályozza, de hát engedték, hogy Gyurcsány Ferenc egy jókora darabot kiszakítson a pártból, és hát azért a mostani vezetői is, az MSZP vezetői is azért nagyon szürke szereplői voltak az utóbbi időszaknak, az utóbbi kampánynak, semmiféle önálló arculatot, önálló élet nem tudtak adni a pártnak. Senki nem tudja megmondani azt, hogy például egy MSZP az mondjuk minden különbözne egy DK-tól, attól függetlenül, hogy az egyik párt a Gyurcsány Ferenc vezeti, a másikat pedig nem. Tehát érthető az, hogy egyszerűen a ellenzéki szavazók már semmi különlegeset nem látnak az MSZP-be, és egyszerűen bármi mással inkább szimpatizálnak, mint ezzel a, hát lassan mondjuk most már így a múzeumokban való párttal. Az, hogy a baloldali összefogás megosztottságát tekintve a szimpatizánsok 13%-a egyik most ismert pártra sem szavazna, és a Márki-Zay Péter-féle mozgalom is 5%-ot tudhat magáénak. Értékelhető egyfajta ellenzékváltó hangulatként? Mert azért a 13% az egy tiszteletreméltó eredmény az ellenzéki oldalon. Igen, ez egynek nagyon komoly jelzésértéke van. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek, ezek az ellenzéki szavazók a választások után egy az egyben kiábrándultak a jelenlegi ellenzéki pártokból. Ők is elhitték azt a magyar baloldalnak, hogy április 3-án nyerhetnek, hogy így vagy úgy, tehát hogyha vagy szívből, vagy befogott orrad elejé szavaztak az ellenzéki közös listára, de most már látják ők is, hogy a jelenlegi baloldali politikai élittel igazából nem jutnak egyről a kettőre, és egyszerűen ezek a szavazók eltávolodtak. Ugye most az a kérdés, hogy most milyen mozgások lesznek az ellenzéki térfélen, lesznek-e például új pártok, új arcok, új üzenetek, ezek az új formációk, ezek például erre a 13%-ra majd nagyban tudnak hagyatkozni. Amikor ilyen bizonytalan tömböt látunk, akkor az elemző ezt hogyan kezeli, hogyan látja, ez a lemorzsolódás előtti pillanatot tükrözi, vagy ők csak kivárnak, hogy visszacsatlakozhassanak valami használható politikai projekt mellé?
Na most ebből a táborból ebből nem lesznek fideszes szavazók, tehát ők megmaradnak baloldali szavazóként, viszont ez a tábor ez gyakorlatilag már lemorzsolódott. Tehát őket most már valakinek meg kéne szólítani. Lehet, hogy ez úgy fog kinézni, hogy egyik vagy másik jelenlegi ellenzéki párt most képes lesz ténylegesen valamelyest megújulni, és ezek a szavazók idővel vagy visszaszivárognak, de az sem elképzelhetetlen, hogy lesz egy új formáció, amely pedig majd képes lesz ezt a tábort felszívni. Jelenleg azt látjuk a jelenlegi parlamenti ellenzéki pártok kapcsán, hogy a tényleges valós megújulásnak az igénye az különösebben nincs fent. Ugyanúgy pozíciókról, anyagi juttatásokról vitatkoznak, mint hogy gyakorlatilag április 3-a előtt vitatkoztak. Tehát ilyen értelemben az ellenzéki pártok még nem nyitottak a megújulásra. Igen, már néha én is azon kapom magamat, és gondolom sokan vagyunk ezzel így a konzervatív oldalon, hogy egy kicsit, mintha már drukkolnánk az ellenzéki pártoknak, hogy a külsőségek mellett kicsit a tartalmi megújulásban is lépjenek előre. Talán Újhelyi István jutott a legmesszebb. Már nem tudom, hogy ezt elemzői szemszögből lehet-e előrelépésnek értékelni, amit megfogalmazott a napokban. Hát az, hogy már valaki egyáltalán beszél arról, hogy tartalmilag meg kéne újítani a baloldalt, ez már, hogyha az ellenzéki térfelet nézzük, ez már egy óriási lépés így önmagában, de hát ez még nagyon messze van a tényleges cselekvéstől. Az utóbbi években nagyon sokan beszéltek a baloldalon arról, hogy meg kell újulni. Ennek az eredménye az lett, ennek a nagy megújulásnak, hogy ugyanúgy Gyurcsány Ferenc vezeti az egész baloldalt. Tehát azért olyan nagy megújulást nem sikerült elérni. Ugye itt kérdés például az MSZP esetén az, hogy ők mennyire kerülnek majd Gyurcsány Ferenc befolyása alá, hogyha akár csak az LMP vagy a Jobbik esetén Gyurcsány Ferenc képes lesz a befolyását kiterjeszteni, akkor az MSZP-nek semmi esélye nem lesz megújulása, sőt az is kérdéses, hogy az MSZP akár 2026-ban még önálló pártként vagy egyáltalán létező pártként képes lesz elindulni. Úgyhogy itt még meg kéne várni azt, hogy milyen vezetői lesznek az MSZP-nek, és ezek a vezetők valóban meg akarnak-e újulni, vagy csak új politikusok új pozíciókra vágynak. Valóban hát a megújulás egyik fokmérője lenne talán az, hogy a hitelesség kérdésében helyre billentsék a mérleg nyelvét. Nos, úgy tűnik nem viselhetnek parlamenti tisztséget azok, illetve hát nem úgy tűnik, törvényből adódik, hogy nem viselhetnek parlamenti tisztséget olyanok, akik ellen jogerős elmarasztaló ítélet születik büntető ügyekben, így legfőképp Varjú László DK-s és Fekete Győr András momentumos politikusok izgulhatnak. Előbbi ellen ugye garázdaság és választási rend elleni büntet, utóbbival kapcsolatban pedig csoportosan elkövetett garázdaság a vád. Csak a magyar közéletnek tenne jót, hogyha ilyen emberek nem kerülnének be a tisztelt ház falai közé, vagy akár ellenzéki szempontból is jót tesz majd a baloldalnak, mert emeli kicsit a nívót a hitelesség tekintetében, ha is amennyiben persze megszületik az elmarasztaló ítélet. Hát ugye a magyar ellenzék egyik legfőbb ígérete már hosszú évek óta ez a tisztaságnak a képviselete. Vannak a rosszak, a jobboldaliak, a fideszesek, akiket mindig csak a rossz vezérel, meg vannak a jók, a baloldaliak, akik mindig jót képviselnek. Na most miután egyik másra derül ki egy-egy baloldali politikusról, hogy hát azért annyira mégse jó, akkor ugye felmerül ilyen helyzetben joggal a hitelességnek a kérdése, hisz ezek szerint ott is történnek olyan dolgok, amik bizony nem a törvényeknek megfelelő. Ilyen helyzetben, hogyha az ellenzék valóban hiteles akar lenni, tehát a maga erkölcsi, morális magasságát, amit hirdet, azt ténylegesen is akarná képviselni, akkor saját magától kéne arra rájönnie, hogy ilyen politikusokat nem szabad kirakni a napfényre, nem szabad indítani őket különböző pozíciókra. Ezeket a politikusokat meg kéne kérni, hogy szépen vonuljanak vissza, szükség esetén tisztázzák magukat, hogyha sikerül, akkor visszatérhetnek, de hogyha nem, akkor az ő politikai karrierjük legalábbis egy időre mindenképpen véget kellene érni, de hát azért ebben a tekintetben is láttuk azt nem egyszer a baloldalon, hogy attól, mert valaki ellen bírósági eljárás indul bármiféle bűncselekmény miatt, annak nincsen következménye a baloldalon.
Egyébként lehet ez választóvíz, vagy egy ilyen választóvonal az ellenzéki pártok között? Tehát míg például az előbb említett 1%-ra süllyedt MSZP és LMP esetében lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ez a 11-néhány% bizonytalanná váló ellenzéki szavazó nem-e azért lett bizonytalan, mert éppen ezekkel a nagyon visszás ügyekkel kapcsolatban következmény nélküliséget tapasztal az ellenzéki oldalon, míg DK részéről nem feltétlenül érdemes ezzel a hitelességi kérdéssel foglalkozni, hiszen láthatóan halad a szekér, ők a legerősebb párt az ellenzéki oldalon, tehát náluk talán az, hogy van-e következmény egy ilyen korrupciógyanús ügynek, lásd ceglédi jelenség, az nem feltétlenül egy első számú prioritást élvező téma. Most egyrészt a demokratikus koalíciónak van egy nagyon elkötelezett, nagyon elhivatott szavazótábora. Ez a szavazótábort viszont nem lehet a végtelenségig nevelni. Tehát látjuk azt, hogy itt az a 13%, ők biztos, hogy nem elkötelezett DK-sok. Tehát a demokratikus koalíciónak is valamilyen úton, módon, hogyha egyszer majd győzni, akkor egy választáson el kellene érni azt, hogy a jelenlegi szűk szavazótáborát valahogy tovább növelje. Ez Gyurcsány Ferenccel egy nagyon-nagyon nehéz vállalkozás lesz. A többi párt esetén ott valóban lehetne építeni egyfajta megújulása, hitelesség megerősítésére, hisz ezek a bizonytalan ellenzéki szavazók, ezeknek valóban kellene egy olyan párt, amivel tudnának szimpatizálni, viszont itt felmerül a megújulásnak a kérdése, a vezetőknek a kérdése. Most én jelenleg nem látom azt az ellenzéki politikai elit részéről azt az igényt, hogy totális vezetőcserékre kerüljön a sor. Mindenki próbálja a saját pozícióját, saját helyzetét megerősíteni, és amíg ugyanazok az emberek vezetik ezeket a pártokat, akik az elmúlt 12 évben vezették a pártokat, addig ilyen jellegű megújulásra, hitelesség megerősítésére valódi szándék a cselekvés nem lesz, hisz azzal a saját politikai karrierjüket zárnák el. Akkor teoretikusan feltéve a kérdést, aztán tovább lépünk, mert van még egy fontos témánk, hogyha tehát az az ellenzéki párt, amelyik először tesz valamit azért, hogy a saját korrupciógyanús ügyekben súlyosan gyanúsítható politikusait visszahívja, háttérbe szorítsa, az lépésenyőre tehet szert az ellenzéki oldalon, akár még a Gyurcsány Ferencék által uralt közegben is? Az igen, az minden további nélkül elképzelhető, hogy ez egy nagy pozitívum lenne a jelenleg bizonytalan ellenzéki szavazók szemében. Akkor még egy témát emeljünk ide be, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök tegnap bejelentette azt, hogy az árstoppot és a beleértendő az alapvető élelmiszerek árát, illetve a benzinár sapkát is fenntartja egészen július 1-ig. Ezzel akkor egy újabb baloldali toposz dőlt meg, hiszen számos helyen hallhattuk ellenzéki részről, hogy na majd, ha megnyeri a Fidesz a választást, akkor azonnal már másnap visszaemeli az árakat, és jönnek a megszorítások. Ezek szerint ez, hát erre még várni kell, idézőjelbetéve. Hát erre még mindenképp várni kell, már csak azért is, mert a baloldal, amikor a kormányzást ítéli meg, akkor úgy tűnik, hogy mindig saját magából indul ki, hogy a valányszor a baloldal kormányra került, és egy nehezebb helyzetet találták szembe magukat, akkor mindig a megszorítások eszközéhez nyúltak, legyen ez adóemelés, áremelés, bármilyen ehhez hasonló eszköz, mindenképpen egy olyan eszköz volt, amit a lakosság így vagy úgy megérzett. Ellenben az elmúlt 12 évet az úgy tűnik, mintha hátaludták volna. A Fidesz-KDNP politikája az mindig is az volt, hogy a különböző válsághelyzeteket úgy kell megoldani, hogy ezt ne az átlag emberekkel fizessék meg. Eddig a kormány az elmúlt 12 évben bizonyított, most azzal, hogy ezeket az ársapkákat kitolták, ezzel megint azt jelezték, hogy a jelenlegi válsághelyzetet is úgy szintén más eszközökkel kívánják megoldani, tehát nem adókkal, meg újabb-újabb sarcok kivetésével, és ezért van az, hogy míg a jobb oldal képes hiteles maradni, és következetes a saját politikájához, addig ezek a baloldali rémizgetések, ezek nem működnek, hisz az emberek az elmúlt 12 évben látták, tapasztalták azt, hogy Orbán Viktor miket szokott csinálni, hogyan kormányoz, lehet a valóságot tagadni, csak a szavazók ezt nem fogják elhinni. Valóban, és hát ha már megszorításokról vizionálta az ellenzék, akkor talán ide kívánkozik az is, hogy egyfajta elmozdulás tapasztalható a Magyarországtól jogellenesen visszatartott uniós források megítélésé, vagy az egész ügy megítélésével kapcsolatban, hiszen mármint ellenzéki oldalról, hiszen
ugye a minap megindította az Európai Bizottság hivatalosan is a jogállamisági eljárást Magyarország ellen, és azt látni, hogy az ellenzéki oldalról már vannak azért olyan hangok, amelyek nem feltétlenül tapsikolnak annak, hogy Magyarország nem kapja meg az egyébként neki jogosan járó uniós forrásokat, akár Hegyi Gyula MSZP alelnök írását is említhetném, és hát Karácsony Gergely is már saját bőrén érzi, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha Magyarországtól visszatartják a jogos pénzeket, hiszen Brüsszelben lobbizik most éppen, igaz, hogy direkt támogatásért. Ez már egyfajta elmozdulás, ilyet azért nem nagyon hallottunk az elmúlt időszakban a baloldal részéről. Meg lehet, hogy április 3-ának azért ilyen-olyan hatása mégiscsak van a baloldalra, még ha csak ez pillanatnyilag vagy egy-egy esetben tűnik fel. Ugye itt valóban az ellenzék részéről az volt a stratégiaként Brüsszelben, hogy támadni kell Magyarországot, büntetni kell Magyarországot, és akkor majd minél jobban büntetik Magyarországot, ez majd a magyar ellenzéket majd pályára fogja hozni, ellent fog jelenteni egy választás kimenetele alkalmából. Viszont április 3-án kiderült, hogy külföldről nagyon nehéz Magyarországon választást nyerni, gyakorlatilag lehetetlen, tehát erre építeni értelmesen, hisz a magyaroknak nem arra van szüksége, hogy valaki Brüsszelből jól megbüntesse őket. Azzal, hogyha az ellenzék felismeri azt, hogy nem külföldről kell választást nyerni, nem Brüsszelnek a barátságát, támogatását kell megnyerni, hanem a magyar embereknek a támogatását, akkor a magyar ellenzéknek is azért kell küzdenie, hogy Magyarország minél több forráshoz, minél hamarabb hozzájusson. Hogyha eljutnának erre a felismerésre, az lehet, hogy az ellenzéki pártok támogatottságát is némileg megdobná.